Elballagtak a végzősök. A hosszú hétvége miatt a legtöbb középiskolában elbúcsúztatták a diákokat. Új mentésirányítási rendszer. Eltűnnek a fehér foltok, 15 percen belül mindenhová kiér a mentő a megyében. Egyszerűsített bevallás. Az északalföldi régióban csaknem 70 ezeren bízták a NAV-ra személyi jövedelemadó bevallások elkészítését. A legtöbb középiskolában a hosszú hétvége miatt már ma elballagtak a diákok. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az írásbeli érettségig hétfőn a magyar nyelv és irodalom és a magyar mint idegen nyelv vizsgákkal kezdődnek. A mostani vizsgákon az oktatási hivatal tájékoztatása szerint országszerte mintegy 118 ezeren adnak számot tudásukról, az emelt szintű vizsgák száma pedig 7%-kal nőtt tavalyhoz képest. Végig sétálnak a folyosókon a végzős vasváris diákok a ballagás napján. Utoljára hallják a csengő szót és járják végig az emlékekkel teli helyszíneket. Az ünnepségen az alsóbb osztályukba járó társaik megajándékozzák őket, vállukra akasztva egy kis tarisznyát, amelybe útravalót tettek. 162-es diákunknak szól ma a Gaudeamus Igitur, és nagyon féltve engedjük őket el, hiszen nagyon hozzánk nőttek az elmúlt 4 év során, viszont úgy gondolom, hogy legalábbis azt remélem, hogy nagyon tiszta értékrendet közvetítettünk feléjük, és olyan kapaszkodókat, amelyekkel ebben a változó életben hely tudnak állni. A ballagók és szüleik életében is új fejezet kezdődik, ilyenkor mindannyian számot vetnek az elmúlt évekkel, és felkészülnek a következő kihívásokra. Úgy gondolom, hogy amikor valaminek vége van, akkor mindig mindenki visszagondol az elejére. Én is pontosan tudom, hogy kit ismertem meg először, vagy hogy milyen élményem volt az első nap, de meghatározó volt ez a 4 év, és szerintem mindenki életében az a gimnázium, mert nagyon sokat formálódunk, és ebben nagyon sok segítséget kaptunk a tanároktól, én is az osztályfőnökömtől. Azt mondhatom, hogy az osztályfőnököm édesanyám helyett édesanyám volt, amikor szükségem volt rá, és nagyon sok segítséget kaptam, úgyhogy csak jó emlékkel távozom, és megyek el egyetemre. Az írásbeli érettségig hétfőn a magyar nyelv és irodalom és a magyar mint idegen nyelv vizsgákkal kezdődnek. Az írásbeli vizsgák május 5-től május 26-áig tartanak, a közép- és emelt szintű szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Az emelt szintű vizsgák száma tavalyhoz képest országszerte több mint 2700-zal, 7%-kal nőtt. A vasváriban ennél is többen mérettetik meg magukat magasabb szinten. A tavalyihoz viszonyítva 15%-kal emelkedett körülbelül az emelt szintű érettségizők létszáma. Törekedtünk arra, hogy az előkészítőket úgy válogassuk meg, és olyan számban indítsuk, amelyekkel segítjük a tanulóink felkészülését az emelt szintű érettségire, ugyanis vannak olyan felsőoktatási intézmények, ahol már nem egy, hanem 2 emelt szintű érettségi kötelező, lásd az orvostudományi egyetemek. Az Oktatási Hivatal MT-hez eljuttatott tájékoztatója szerint a 2 szintű vizsgarendszer bevezetése óta a 20. vizsgaidőszakban május 5-e és június 27-e között a középiskolákban és 20 kormányhivatal szervezésében mintegy 1190 helyszínen zajlanak majd az érettségik. Nem lesznek fehér foltok a mentősök térképén, mindenhová kiérhet a mentő 15 percen belül, hiszen alig egy hónap múlva egy új mentés irányítási rendszert építenek ki a mentőszolgálatoknál. Minden mentési egységhez a megyében elsőként a Nyíregyházihoz május végén érkezik majd az a szoftver, ami gyorsabbá és pontosabbá teheti a mentősök munkáját. A mentőkocsik indulását, a bejövő hívásokat, útvonaltervet, a helyszíni mentésirányítási feladatokat is meghatározza majd az új mentésirányítási rendszer. A fejlesztést, amely az összes eszközbeszerzéssel és mentőautókkal együtt egy uniós pályázat kapcsán valósul meg, országos szinten 15 milliárd forintba kerül, a mentőszakmában evolúciós ugrásnak tartják. A nyugat-európai színvonallal versenyezhet majd az új szisztéma, ami pontosabbá teszi a mentést, leosztja a mentőegységekre a feladatokat és felszámolja az eddigi papírt.
papírmunkát. Minden egységre egy táblagépet telepítenek, ami informatikai kapocs lesz a központtal, a beteget ellátó intézménnyel is. 10-ből 9 esetben a megfelelő szintű mentőerők mennek a helyszínre, s az új rendszerben 10-ből 9-szer 15 percen belül érhet a beteghez a mentő. A mentők kivonulása gyorsabbá tehető ezáltal, kapuk kiépítése, elektromos kapuk kiépítése, a mentőegységek megközelíthetősége, az adattovábbítás jellegéből fakadóan is vélhetően 15 percen belül érkezési idő, mint uniós elvárás is egyébként fog emelkedni jelentősen, ez szintén ugye egy elvárt százalékokban is kifejezhető ugrásnak kell lennie a rendszer beépítésével, az unió elvárása. A mi elvárásunk is egyébként ezzel a rendszerrel szemben. Azon túl a betegellátást pedig vélhetően amiatt is, mert hogy a betegekről így információkat is tudunk. Nekünk vezetőknek a szakmai oldalról azért lesz fontos, mert én egy kattintásához tudom állítani, és meg tudom nézni elektronikus formában, hogy melyik beteggel milyen ellátás történt. Esetleg trendet lehet belefelejteni, hogy az elmúlt időszakban több ellátása történt egy betegnek, és azok milyen jellegűek voltak. Az új mentésirányítási rendszer mellett a sürgőségi ellátást tovább fejleszti, hogy Kölcse és Tisza Adony településeken új mentőállomás épül, egy 24 órás és egy nappalos szolgálatot teljesítő mentőgépkocsi fog kerülni az állomásokra, összesen 4 új kocsi vonulhat majd az esetekhez. Az állomásra új dolgozókat is felvesznek. A 2 új mentőállomásnak köszönhetően a Lónyai és a határmenti térségbe is időben érkezhet a segítség. Április 30-áig postázta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az egyszerűsített bevallási ajánlatokat. Az észak-alföldi régióban csaknem 70 ezeren bízták a NAV-ra személyi jövedelemadó bevallásuk elkészítését. Az egyszerűsített bevallás lehetőségét azok kérhették az adóhatóságtól, akiknek munkáltató által kifizetett, tehát munkabérből származó jövedelme volt az elmúlt évben. Február 17-éig kérhették az adózók azt, hogy az egyszerűsített bevallást a NAV készítse el számukra. Az idén jóval többen éltek ezzel a lehetőséggel, mint a korábbi években. Az észak-alföldi régióban 70 ezren, majdnem 70 ezren kérték az egyszerűsített bevallás elkészítését. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 28 ezer adózónk élt ezzel a lehetőséggel. Ez egy igen szép szám, hogyha azt nézzük, hogy az előző években valamivel kevesebben, 22 ezren, illetve 19 ezren választották az előző években az egyszerűsített bevallási lehetőséget. Az adóhatóság által elkészített adóbevallásokat április 30-áig minden ügyfélnek megküldik, akik eldöntik, hogy megfelel-e számukra, vagy változtatni szeretnének rajta. Amennyiben minden adat egyezik az adózónál meglévő igazolásokon szereplő adatokkal, akkor alapvetően nincs más dolga az adózónak, mint hogy elteszi a fiókban a bevallási ajánlatot, hiszen érvényes bevallási bevallása keletkezett, illetőleg teendője mégis van, amennyiben a bevalláson fizetendő adót szerepeltettünk számára, és ő azzal egyetért, akkor május 20-áig ezt meg kell fizetnie. A szakember azt is elmondta, ha az adózó úgy találja, hogy a NAV által elkészített bevalláson szereplő adatok nem teljesen egyeznek a nála meglévő igazolásokon lévőkkel, akkor kijavíthatja. Ebben az esetben május 20-áig kell visszaküldeni a javított bevallást az adóhatósághoz. Konkrét fejlesztési programokkal indul az európai parlamenti választásokon Veres János, az MSZP megyei elnöke. A politikus szerint megválasztása esetén hatékonyan tudná segíteni a térség gazdasági felzárkózását azzal, hogy a fejlesztési elképzelések révén újabb uniós források érkezhetnének Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Veres János 4. helyen szerepel az MSZP Európa parlamenti listáján, így jó eséllyel indul a május 25-i választáson. A politikus tájékoztatóján elmondta, hogy konkrét programokkal szeretné az ország, ezen belül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye érdekeit képviselni Brüsszelben. Veres szerint, ha bizalmat kap a választóktól, akkor első ízben képviselheti helyi politikus a térséget az Európai Parlamentben. Az egyik program a térség földrajzi fekvését használná ki, és az útfejlesztésekhez, valamint az építető örökség megóvásához szerezne plusz forrásokat. A másik projekt az nem fejlesztésről szól, ellenben arról szól, hogy ebben a térségben a szociálisan leszakadott rétegek felzárkóztatására egy több éves szociális felzárkóztatási programot szándékszunk elindítani, ami azt szolgálná, hogy azon emberek, akik jelenleg már kiesnek a magyar ellátórendszerek mindegyikéből, is
érezzék úgy, hogy az Európai Unió tagjaként gondoskodnak róluk, azaz az ő felzárkóztatásuk, az ő jövedelemezőtásuk lenne biztosított ennek a másik programnak a részeként. A tájékoztatón Helmeci László bejelentette, hogy a fővárosi törvényszék helyreigazításra kötelezte a Hírtelevíziót és a Magyar Nemzetet, mert valótlan állításokat közöltek Veres Jánosról. Mint ismert, a megyei elnököt összefüggésbe hozták a Weisz Tamás nevéhez kötődő útlevélüggyel. Helmeci László azt is elmondta, hogy a jövőben minden olyan esetben, amikor a sajtó valótlan állításokat közöl megyei ellenzéki politikusokról, bírósághoz fordulnak jogorvoslatért. Szent Flóriánra, valamint a tűzoltók áldozatkészségére és elhunyt bajtársaikra emlékeztek szerda délutáni Nyíregyházán a lánglovagok. A szabolcsi megyeszékhelyen tavaly leplezték le Szent Flórián szobrát. A tűzoltók védőszentjének napja alkalmából a rendvédelmi szervek képviselői és a város vezetői is részt vettek a megemlékezésen, amelyen megkoszorúzták a tér névadójának szobrát. A tűzoltók számára Flórián a tűzoltó munka lényegét testesíti meg, az álhatatosságot, becsületet és embertársaik megsegítését, hangzott el a megemlékezésen. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közútjain is fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a 4 napos hosszú hétvége ideje alatt. A rendőrség kiemelt figyelmet fordít a bódult vagy ittas állapotban közlekedő, szabályszegő gépjárművezetők forgalomból történő kiszűrésére, valamint a passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzésére. Az elsődleges cél a közlekedési balesetek megelőzése, a közlekedésben résztvevők biztonságérzetének növelése és a zavartalan közlekedés biztosítása. Az ellenőrzés a gépkocsi vezetők mellett kiterjed a motorosokra és a kerékpárosokra is. Ülésezett Nyíregyháza idősügyi tanácsa. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. A labdarúgó NB2 26. fordulójában hazai környezetben lép pályára a Kisvárda Mastergood. Révész Attila 13. helyen álló együttese szombat délután 17:30 a 6. Békés Csabát fogadja a Várkerti pályán. Nemzetközi pénzdíjas kispályás labdarúgó tornát rendeznek csütörtökön és pénteken a Nyíregyházi Városi Stadionban. A 200.000 forint összdíjazású tornán 16 csapat lép majd pályára. Ülésezett Nyíregyháza idősügyi tanácsa. Az ülésen két témában értekeztek. Megállapodtak arról, hogy létrehozzák a kortárs nyugdíjas egészségfigyelők társaságát, valamint a városban a galambok által okozott károkról egyeztettek a hatóság illetékeseivel. Az önkéntességnek, mint ahogy a hospice önkéntességben kimondottan jellemző, kettő nagyon nagy munka van, ezt mindenki tudja. Az egyik az adminisztratív és a háttérmunka, hisz itt szervezni kell majd, oda kell szerezni az embereket, mi történik vele. Önkéntes alapon működik a kortárs nyugdíjas egészségre figyelők társasága, erről is tanácskoztak kedden az idősügyi tanácsülésén. Csikos Péter, az egészségügyi alapellátás igazgatója azt mondta, a kezdeményezés ötlete már korábban felvetődött, most pedig a részletekről is egyeztettek. Az egészségügyi alapellátás igazgatóságnál jött az ötlet, hogy hozzuk össze azokat az egészségügyi szakembereket, akik már nyugdíjas korúak, szép korúak otthonukban vannak, de szívesen tennének a társadalomért, szívesen részt vennének a társadalom egészségért, prevencióért, bármiért, és őket ugye a kapcsolati tőkéjük mentén ugyanúgy a kortársukat be tudnák hozni egy bizonyos helyre, megfelelő eszközöket biztosítjuk, ugyan a szakfelügyeletet biztosítjuk, tehát gyakorlatilag egy ilyen közös prevenciós gondolkodás és együttműködést jelent. A galambok által okozott környezeti és anyagi károk megvitatása is napirenden volt az ülésen. A témával korábban már a helyi sajtó is foglalkozott. A galambok esetében alapvető probléma az, hogy több populáció is van a városban, az egyik a belvárosban, amely igen nagy létszámban él. Van a János utcán is, van egy igen nagy létszámú populáció, valamint Józsefvárosban is az örökösföldön is találhatók különböző ilyen faunák. Ezek ellen védekezni többféleképpen lehet, hiszen ezek a madarak elsősorban a törülékükkel nagyon nagy károkat tudnak okozni, hiszen ez megfelelő közegbe kerülve akár a falat, akár a tetőt, akár különböző fémeket tönkre tudnak tenni. Tehát valamilyen módon meg kell akadályozni, hogy ezek a galambok akár házakra, elkéket repedjenek. Ezekhez különböző csapdákat, tüskéket lehet kihelyezni a lakóknak. A közterületfelügyelet vezetője hozzátette, fontos az is, hogy senki ne etesse a madarakat, mert az állatok az olyan helyen telepednek meg, ahol megfelelő életterük van.
A labdarúgó NB2 26. fordulójában hazai környezetben lép pályára a Kisvárda Master Good. Révész Attila 13. helyen álló együttese szombat délután 17:30 a 6. Békés Csabát fogadja a Várkerti pályán. Bár néhány fordulóval ezelőtt még úgy tűnt, hogy a kisvárdaiak viszonylag nyugodtan vághatnak neki a hajrának, az eredmények alakulásának köszönhetően a biztos kiesőnek tűnő Tatabánya és Kozár Misleny mellett még 5 csapatnak kell aggódni az esetleges búcsú miatt. Ezek egyike a Kisvárda Master Good, amely a 2. helyen álló Dunaújváros otthonában szeretett volna legalább 1 pontot szerezni. Ez végül nem sikerült, Bőr 11-esből szerzett góljával ugyanis a hazaiak 1-0-ra megnyerték a mérkőzést. Hát igen, talán egy kis szerencsével azt mondom, hogy 1 pontot elhozhattunk volna, de hát az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az ellenfelünknek volt 2 kapufája, kapusunk 3 zicsert is fogott, illetve volt több távoli veszélyes lövése. Viszont az első félidőben uralták a játékot, viszont a gól után számomra kicsit érthetetlen módon is visszaálltak, területet hagytak nekünk, és nálunk volt sokkal többet a labda, de még akkor is sajnos veszélyesek voltak a kontráik, nekünk pedig igazán nagy helyzetet nem sikerült kialakítanunk. Szombaton újabb nehéz ellenfél vár a Kisvárdára, mivel az eddigi 10 győzelem és 7 döntetlen mellett 8 vereséget szenvedő, a várdaiaknál 10-zel több, azaz 37 pontot gyűjtő Békés Csaba látogat a Várkerti pályára. A Békés Csaba szerintem egy jó csapat, hát nem véletlenül a 4.-5. hely környékén van. Hát ősszel ott sajnos kikaptunk 2-1-re, bár ott jócskán benne volt a pontszerzési esélyünk szerintem. Hát nekünk nagyon fontos, 3 hazai meccsünk van még, Békés Csaba, Nyíregyháza és ugye az utolsó pont a Cegléd ellen. Ezeket a meccseket nagyon jó lenne otthon hozni, hát nyilván a Nyíregyháza elleni tűnik a legnehezebbnek, ezért most Békés Csaba mindenféleképpen nyernünk kell otthon. A forduló további párosítása a következő: Szolnok Nyíregyháza Spartakusz, Gyirmót Zalaegerszeg, Sopron Tatabánya, Szigetszent Miklós Dunaújváros, Kozár Misleny Ajka, Siófok Vasas és Balmazújváros Cegléd. A Kisvárda Master Good Békés Csaba találkozó szombat délután 17:30 kezdődik a Várkerti pályán, a Kölcsei Televízió nézői pedig vasárnap 20:25-től láthatják az összecsapást. Nemzetközi pénzdíjas kispályás labdarúgó tornát rendeznek csütörtökön és pénteken a Nyíregyházi Városi Stadionban. A 200.000 forint összdíjazású tornán 16 csapat lép majd pályára. 3 hete nagyüzem van, a Városi Stadion kispályáin esténként 9 csoport mérkőzéseit láthatják az érdeklődők. Mivel közeledünk a bajnokság végéhez, egyre kiélezettebbek a meccsek, hiszen a bajnoki címmel járó feljutása minden csoportban többen pályáznak, miként a kiesést is szeretnék elkerülni a tabellák alsó régióiban helyet foglaló csapatok. Nagyon örülök neki, hogy igazi sportszerű mérkőzések vannak, az idő is kegyes hozzánk, és hát ugye mivel hogy most már a 2. felét játsszuk a bajnokságnak, nagyobb a küzdelem is, és mindenki küzd azért, hogy vagy ne essen ki, vagy éppen följebb léphessen egy osztálya. Csütörtökön és pénteken egész nap pattog majd a labda 4 pályán, mivel egy 16 csapatos nemzetközi tornának ad otthont a stadion. Első alkalommal kerül megrendezésre a Tiszta Víztorony kupa. Először úgy indult, hogy országos kispályás labdarúgó torna végül is nagy meglepetésünkre nemzetközivé vált, hiszen egy vietnámi csapat is bekapcsolódik a küzdelmekbe. A megyéből több helyről érkeznek, Balkányból például 2 csapat, Ópáéból jön csapat, és a városi bajnokságból is szerepel nálunk majd 6 vagy 7 csapat, nagy küzdelmet láthatnak majd a kilátogatók, és egy komoly pénzdíjas torna. Dajka László elmondta, hogy a tavaszi szezon zárását követő nyári strandfoci fesztiválra is várják a jelentkezéseket, érdeklődők már vannak, a résztvevők számát 40 csapatban limitálták a szervezők. Készen vagyunk a 3. Fátom Kupa strandfoci fesztiválra, a Sóstó Gyógyfürdő ZRT és a Nyírsuli Kft. Szervezésébe. 40 csapatot várunk, majd rövid időn belül megkapják a csapatok a kiírásokat, készen vannak a plakátjaink, a kiírások, és július 17, 18, 19 és 20-án egy nagy szabású országos strandfoci tornát fogunk bonyolítani a strandon. Visszatérve a kispályás tornához, a 200.000 forint összdíjazásból a győztes 100.000 forintot kap, a 2. helyezett csapat 70.000, a 3. pedig 30.000 forinttal gazdagodik. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. A legtöbb középiskolában a hosszú hétvége miatt már ma elballagtak a diákok. Az írásbeli érettségig hétfőn a magyar nyelv és irodalom és a magyar mint idegen nyelv vizsgákkal kezdődnek. A mostani vizsgákon az oktatási hivatal tájékoztatása szerint országszerte mintegy 118.000-en adnak számot tudásukról, az emelt szintű vizsgák száma pedig 7%-kal nőtt tavalyhoz képest.
Nem lesznek fehér foltok a mentősök térképén. Mindenhová kiérhet a mentő 15 percen belül, hiszen alig egy hónap múlva egy új mentésirányítási rendszert építenek ki a mentőszolgálatoknál. Minden mentési egységhez, a megyében elsőként a Nyíregyházihoz, május végén érkezik majd az a szoftver, ami gyorsabbá és pontosabbá teheti a mentősök munkáját. Április 30-áig postázta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az egyszerűsített bevallási ajánlatokat. Az észak-alföldi régióban csaknem 70 ezeren bízták a NAV-ra személyi jövedelemadó bevallásuk elkészítését. A Kölcsei Televízió szerdai hírműsorát látták, a legfrissebbekkel csütörtökön ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Híreinket, tudósításainkat megtekinthetik weboldalunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, továbbra is sekély ciklonális mező alakítja időjárásunkat, amely kedvező feltételeket teremt záporok, zivatarok kialakulásához. Éjjel a gomoly felhők feloszlanak, csapadék már nem valószínű, a változó irányú szél mérsékelt marad, reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte napos idő várható, majd megnövekszik a gomoly felhőzet, ugyanakkor zivatarnak csak kicsi az esélye, az északi szél többnyire mérsékelt marad. Délutánra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A folytatásban eleinte még a sok évi átlagnál 3-4 fokkal melegebb időre számíthatunk, a délutáni órákban záporokkal, zivatarokkal, majd a hétvégén hideg front érkezik északnyugat felől. Szombaton és vasárnap többfelé számíthatunk kiadós csapadékra, helyenként viharos erejű széllökésekre. Szombaton még csak a nyugati tájakon, vasárnapra viszont országszerte jelentősen lehűl a levegő, a jövő héten már több lesz a napsütés, lassan melegszik az idő. Ha április 30-án vagy másnap reggelre esik az eső, nagy termés lesz. Ha hideg, esetleg éjszakai fagy lenne, mindenből gyenge termés várható. Így szól a mai naphoz tartozó népi megfigyelés. Derűs napot kíván a pénzügyekben is a Szabolcs Takarék Szövetkezet.